Megint csak rá lettem kényszerítve, hogy elüssem az időt valamivel, mert 23 percet kell várni a buszomra, most itt vagyok a Cascadia campuson. Úgyhogy bejöttem ide megnézni a Washington Egyetemnek a Buffel campusát. Ezt úgy kell elképzelni nagyjából, mint a Pázmánynak a külvárosi campusát, ilyen kirendeltség. És elég kihalt a hely, építkezés folyik. És egyformák az épületek, van egy csomó, most ugye elég sok minden le van zárva, hogyha nem tudok végig gyalogolni itt az úton. De hát olyan semmilyen, de mindig százszor jobb, mint a legtöbb magyar egyetem. Legalábbis kinézetre. Tudom, hogy az oktatás minősége az milyen. Azt sem tudom, hogy most be lehet itt sétálni épületekbe csak úgy. Úgy hátba lőnek-e, mint a Sotén, vagy pedig tárgyalókkal várnak, mint a BMN. Mindenesetre van 29 vagy 23 perc, amíg el kell üssük. Bejöttem a felére szerint a könyvtár épületbe, remélem nem lőnek hátba. Nincs itt könyvtár, csak mindenféle termek, meg vécék, meg egy takarító kocsi, úgyhogy inkább kimegyek. Egyébként eljátszottam a gondolattal, mert nem is egyszer, hogy milyen lenne, hogyha Amerikába csinálnám a mester képzésemet, mert mondjuk úgy, hogy a BME-ből, hogy fogalmazzam ezt meg. Szóval a BME épp annyit nyújtott, amennyit tudott nekem a jelen képzési formájával, és valami új után nézelődnék már inkább. Úgyhogy azért elég más lenne egy ilyen helyen tanulni. De a véget nem érő fenyőerdő közepén, egy modern kampuszon. Csak az a gond, hogy itt Amerikában nagyon más a közlekedésmérnök képzés. Tehát itt nincs is végül is ilyen, hogy közlekedésmérnök, hanem egyik felét az építőmérnökök, másik felét meg a gépészmérnökök végzik a munkánknak. Úgyhogy elég nehéz ennek képzést találni, és elvileg itt nincs is ilyen a Washington Egyetemen, úgyhogy más államba kéne, de eleve nem könnyű Amerikában ösztöndíjjal tanulni, vagy bárhogy máshogy, amennyire tudom legalábbis, úgyhogy mondjuk messze van ez még, sajnos persze szerencsére még van időm ezen gondolkodni bőven. Egyébként 14 perc múlva megy a buszom, de nem nagyon merek sehol leülni, mert ha lekésem, akkor még én fél órán van. Egyébként ezek az épületek mind nyitva vannak, és gondolom, hogy olyan, mint a BME, hogy bárhol be lehet csak úgy keringőzni és körülnézni. De mondjuk otthon az Eltére is félre megyek, pedig az is nyilvános egyetem. Gondolom, hogy ez is az, de nem szeretnék letartóztatva találni Amerikában, mert akkor aztán biztos, hogy soha többet nem engednek be az országba. Azért mászkálnak itt emberek, körbe meg körbe. Szóval szép ez a kampusznál. A BML fogta az egyik régi épületét, nevezetesen az ÉLT, vagy az építőlabort, és átalakította idén őszre sportközponttá. És hú, de oda van mindenki. University of Washington meg fogja magát és épít egy újat, mint ahogy azt itt látjuk. A tábla tanúsága szerint 2,9 millió dollár fizetős diák sportbevételből és 4 millió dollár építési adó, nem tudom, hogy az mit akart akarni. Ez tette lehetővé ezt a projektet. És láthatóan csak most kezdték még, most fektetik a alapokat. Érdekes ez a kátványpapíros kavics szétegyengetős módszer, nem tudom, hogy mire van, mert nem értek hozzá. Itt egy kis geodézia. Egyébként ez a ilyen kilátó terasszerűség itt a rendezvényközpont előtt. Tényleg bárhova be lehet sétálni itt az egyetemen, szép nagy tetővel. És ott van az az épület, ahol az előbb bementem könyvtár címén. Mondjuk, hogyha belegondolok, akkor
valószínűleg nem a földszinten fogom megtalálni a könyvtárt, hogyha egyszer itt van ez a bazi magas üvegszint is a tetején. De, mint említettem, nem mertem odáig elmenni, mert féltem, hogy hátba lőnek. Hálásnak kéne lennem el borzalmas követési idők miatt, mert azok nélkül soha nem jöttem volna be felfedezni ilyen helyeket, mint az egyetem, vagy az a ruhabolt. De nem vagyok az, mert akkor is borzalmas követési idők. És igen, itt vagyok, bebuszoztam Seattle-be. Igaz, hogy bruttó 2 órámba került, meg elindultam otthonról, hogy ide érkezzem. Itt vagyok. És szokták mondani, hogy ha az ember New Yorkban elboldogul, akkor bárhol elboldogul. Hát én egyelőre még csak itt boldogulok el, de azért örülök, hogy nem tévedtem el, nem késeltek, meg nem adtak el. Tehát közlekedés, mert igazodjon már a közlekedésen. Ja, egyébként itt szeretném megjegyezni, hogy a Google Maps és a közlekedési társaság saját tervezője sem volt képes útvonalat szolgáltatni nekem erre a otthonról idáig tartó útra. Viszont a kezemben egyszerre 3 közlekedési térképpel sikerült kibogaráztam ezt az útvonalat, úgyhogy hihetetlenül bocsék a közlekedés tervezés, az ember magára volt vissza a középkorban egyáltalán. Ott megy a monorail, látszik az épületek mögött. Érdekessége, hogy 62-ben adták át a Space Needle-el együtt a Jetsons tiszteletére tervezték ilyen futurisztikusnak. És azóta ugyanezek a szerelvények változatlanul közlekednek. Ez nagyjából olyan, mint a metró nálunk Budapesten, de azért kicsit jobban néz ki. Egyébként ennél egyértelmű turista nem is lehetnék, mert kameratáska a nyakamban, forgatom a fejemet, ámultozom jobbra balra, kamerához beszélek ugye, de nem érdekel. Ott láthatóak ezek a kétéltű kacsahajók, úgynevezett kacsahajók, és hát szomorú érdekesség, vagy nem tudom, meg kell jegyeznem, hogy ilyenen vesztette életét az a 2 magyar fiatal Philadelphiában. Az a híres eset, amelyiknél egy komphajó, egy tolóhajó ment át egy ilyenen, mert elromlott a motor, de ott lebegett az öböl vizében, és az USA nem látta, hogy ott van, belement, és meghalt az a 2 magyar fiatal, és letartóztatták azóta a tolóhajó kapitányát egyébként. Nem alkodom, mit csináljak, mert a busz nem jött akkor, amikor arra ki volt írva. Most elvileg itt vagyok, ebben a keresztutcában, és ide kéne gyalogolnom a Space Needle-höz. Ez 11 keresztutca, viszont az itten Rácsos városi rendezésnek köszönhető, ugye látszik, hogy a első, második, harmadik, x-edik sugárút, így mennek az utcák, tehát ezek miatt nagyon könnyű lépést tartani azzal, hogy éppen hol jár az ember. A 11 kereszt utca az nem olyan hosszú táv, a sokkal kevesebb idő alatt megtehető, mint amit az ember gondolna. De ez az első alkalom, hogy késik egy busz, úgyhogy elindulok inkább gyalog. Közeledem. Ennek a résznek kicsit New York hangulata van, bár a New York-i vonat az sima, hagyományos 2 nyomú metró, ez viszont úgynevezett monorail, tehát erre az egy darab irányonként egy darab betonsínre fognak rá gumikerekek oldalról a vonat alatt, és azon mennek így az utca szint fölött megemelve. És mondom, mindezt a világkiállításra 1962-ben adták át. Na hol vagyok? Seattle legfontosabb, legrégebbi jelképénél, a Space Needle-nél. A kamerán nem annyira jön át, de így alattáva nagyon magasnak tűnik. Habár, nem tudom, szerintem 60 méter körül lehet.
és hihetetlen jó napot választottam arra, hogy ide jöjjek, mert a felhők, ezek a felhőformációk eszméletlenek, amik itt vannak az égen. Tehát a, főleg ezek az ilyen megcsipkézett ilyen, nem is tudom miért hasonlítsam vonalak. Tehát nagyon jó hátteret szolgáltatnak a tűnek. Egyébként két okból jöttem ide, vagy hiszem háromból. Egyrészt azért, mert három évvel ezelőtt nem jöttem ki ide a Needlehöz, úgyhogy végül is nem tettem tisztességemet a... helyezzük meg én, így. Így. Nem tettem tisztességemet a toronynál. Másrészt pedig le kell fényképeznem két dolgot. Az egyik egy könyvtári könyv, mert csak így hülyeségből, amikor elvittem az előző könyvtári könyvet Tenerife-re, akkor lefényképeztem a tengerparttal, majd kinyomtattam, odaírtam a dátumot, és beletűztem a könyvbe, hogy ez a könyv itt járt, hogy ilyen érdekességként, hogy aki következőnek kiveszi, az megnézhesse. A könyvtárosnőnek nagyon tetszett, úgyhogy ide is elhoztam egy könyvet, és azt meg itt fogom lefényképezni a Seattle egyértelmű azonosítójánál. Másik pedig Sanyit, a Bagyot is elhoztam, mert ő meg ezen a nyáron a rajongóinak köszönhetően egy sor helyre eljutott, és én is magammal hordozom, úgyhogy itt is le fogom fényképezni a tűnél, mert elég sok helyszínen lefényképeztem, de majd egybe töltöm fel ezt a kollást, hogy én hova vittem Sanyit nyaralni. Úgyhogy, ja, aztán meg enni fogok, mert elég éhes kezdek lenni. Úgyhogy lássunk munkára. Már a második alkalom, hogy tűben ülve elbédelek szabai szendvicset. Mint egy helikopter leszálló, most vettem észre. Ott is van rajta a helikopter. A... Ott vannak a propellerjei. Na szóval itt vagyok a Space Needle mellett. Mostanra sikerült megszereznem a ebédemet. Egy láb hosszú szandvai szendvics, és két darab key lime, remélem kulcs azért nincs benne, szóval két darab key lime mini pie. Azért vagyok kíváncsi rá, egyrészt mert imádom a pie-t, másrészt mert a Dexterben volt ilyen egyik epizódban a key lime pie, előtt nem is tudtam, hogy van ilyen, ezek szerint elég népszerű, kíváncsi ezek milyen. Itt van a key lime pie. Kíváncsi leszek, hogy különbözik-e bármiben az én citromosomtól. Nem sokban. Nagyon finom. Jó a tésztája. Nem az, amit én csinálok, nem az a fajta. Azt kell mondjam, hogy a krém az nem sokban különbözik az én citromosomtól. Egyébként aputól megtudtam, hogy ez egy hírcsatorna szerkesztősége, és akkor az ott a tetőn ez a hírhelikopter. Meg nem magyarázza azt a 13.500 parabola antennát az épület tetején. Ja, és itt pedig mellettem egy azért egy piros modern művészet található. És el sem hiszem, hogy csak az én tiszteletemre, de mindjárt fel fog szállni a helikopter. Úgyhogy ezt most megvárjuk. Biztos valami érdekes történés van. Menni kell közvetíteni.